Egy-két napja jött a hír, hogy Szoboszlai Dominik immáron hivatalosan is a Liverpool játékosa. Átesett Dominik minden vizsgálatom, minden szerződést és mindent is aláírtak a két csapat megegyezett, és 70 millió euróért az Anfield Ródon fog, fog játszani Szoboszlai Dominik. Én nem tudok erre mit mondani, egészen hihetetlen, ami történik és nagyon jó látni, hogy egy ilyen tehetségünk van, egy ilyen magyar futbalistánk van a világban, aki a Liverpoolban játszik, vagyis fog játszani pontosabban, és eddig sem ért el kis teljesítményt, hiszen egy klasszis játékos, már most klasszis, még világklasszisnak nem lehet nevezni szoboszlait, de két-három év, és még lehet, hogy sokat is mondtam, egy olyan szintű játékos lesz belőle, hogy arra nem fogunk találni szavakat, így is nehezen találunk szavakat, főleg én, hogy tényleg ilyen játékosunk lehet, és nagyon jó látni. És milyen régóta nem volt ennyire jó játékosunk, akiben, akinél ez a, a Lipcsei kaland, ez egy fejezet volt, ami lezárult az ő életében. és most egy olyan fejezet nyílik az ő életébe, aminél csak feljebb van. Dominik már egy olyan játékos, hogy olyan tehetséggel van megáldva, és olyan tehetséggel rendelkezik, egy olyan rutinus játékos már ilyen fiatalon, hogy ő ennél lejjebb már nem tud menni. Ha esetleg eligazolnak később egy rosszabb csapathoz, akkor is bravúrosan fog játszani, ebben biztos vagyok, de itt a Liverpoolban olyan fejlődést érhet el, ami olyan célokhoz vezeti el, hogy vezetheti el, hogy szinte elképzelni sem tudjuk, hogy milyen csapatokban játszhat. Nagyobb csapatokban, mint a Liverpool. Tegyük fel, simán elérheti a Real Madridot, szerintem pár éven belül. És az is fontos, hogy megemlíteni itt a Liverpoolnál, hogy a csapat nem érte el a BL kvótát a Premier League-be, és az ötödik helyen végeztek, ezáltal ugye az Európa-ligába fognak indulni, de ez szerintem nem baj, egyáltalán nem baj, mert ezt a csapatot nagyon jól össze fogják rakni a nyáron, én úgy gondolom. Most ugye oda ment McAllister és Dominik is, és egy olyan erős középpálya le lesz a Liverpoolnak, hogy Trent Alexander Arnold, McAllister és Szoboszlai Dominik, és lehet még az elején Dominik, persze nem biztos, hogy kezdő lesz, sem McAllister, de most beszünk Dominikról, mert most őszintén kitérnek el hogy hogyha Szoboszlai a magyar tehetségünk egy ilyen klubhoz igazolt. Szóval nem biztos, hogy az elején kezdő lesz, persze ez teljesen érthető lenne, de szerintem hónapokon belül nem kell itt éveket várni arra, hogy ő a kezdőbe épüljön, és azt is megmerem kockáztatni, hogy egy-két felkészülési meccsen itt a nyáron kezdő lesz, és akkor elindul a bajnokság, akkor az elején még padozni fog, de a bajnokság negyedénél, vagy kevesebb, mint a negyedénél, ő biztos, hogy kezdő lesz a Liverpoolnál, és ez a középpálya nagyon erős lesz egyébként, és a csapat is szerintem tök jól össze fog állni, és esélyes lesz Dominik arra, hogy megnyeri az Európa Ligát, és onnan pedig neki egy újabb álom válhat valóra, mert azért valljuk be a Liverpool a bajnokok ligájában játszani, mégsem olyan érzés lesz, mint az RB Leipzig-kel, és könnyen meg lehet. Hát a Liverpool az elmúlt pár évben ugye két, sőt háromszor is voltak ugye BL döntőbe, úgyhogy simán meg lehet, hogy a Liverpool nagyon faszán összerakják, és ott lesznek a BL döntőbe, onnan pedig csak karnyújtás nyíra van Dominiknak az álma, úgyhogy én innen is a legjobbakat kívánom neked, Dominik, és ha a csúcson vagy, akkor se hagyd abba, mert még annál is van feljebb. És ahogy említettem, ő egy olyan játékos, akire muszáj felnéznünk a magyar szurkolóknak, és egyébként az is mennyire durva, hogy a külföldi szurkolók, a külföldi kommentelők, a külföldi hírportálok milyen, nem is tudom, hogy fogalmazok, milyen nagy örömmel és hírrel fogadták, hogy Dominik a Liverpoolba igazolt, mint a felrobbant volna az internet, mint ha nem is tudom ki hova igazolt volna, szóval már most egy sztárként kezelik ezt a magyar fiút, és ha megnézitek a Liverpoolnak a, az Insta oldalát, lehet Facebookon is ez van, én csak az Instagramot néztem, és ott követtem a Liverpool csapatát, Ö, teljesen, tele bele van borítva szoboszlaival az egész profiljuk, Úgyhogy ilyet nem minden nap látni, és más játékosoknál nem tudom, hogy ez van -e a Liverpoolnál, de azért ha az van, ha nincsen, nagyon jó látni, hogy egy magyar tehetséggel így viselkednek, és ekkoron nagy tiszteletet mutatnak iránta. És én megmerem kockáztatni, hogy puskásékat is fogja követni, és fog olyan szinteket elérni Dominik, mint Puskás Ferenc, de persze nem hasonlíthatjuk össze Puskás Ferencet és Szoboszlai Dominikot. A régebbi interjújában ő is elmondta Szoboszlai, hogy ő nem Puskás akar lenni, hanem Szoboszlai Dominik. És akkor beszéljünk még egy picikét itt a többi magyar játékosról, mert egy nagyon érdekes dolog történik itt a, a magyar labdarúgó válogatottnál és a magyar tehetségeknél, hiszen olyan játékosok születnek mostanában, olyan játékosokat termelünk ki, akik világszintű játékosok lehetnek, és meghatározó emberek lehetnek itt a magyar futball világában az elkövetkezendő években. Gondoljuk csak Kerkez Milosra. 18 vagy 19 éves, és brutális játékos. Rengeteg idő van még az ő karrieréből hátra, ugyanúgy, ahogy ő Szoboszlainak is, Reméljük egyébként, hogy ő is egy nagy csapat fog, csapathoz fog igazolni, én nagyon szurkolok neki is, de gondoljunk csak német Andrásra. Jó, ő egyébként most ő nem játszott, ha jól tudom, sérült is volt, meg a, a Hamburgban nem kapott elég játék lehetőséget, plusz a német csapat nem jutott fel az, a Bundesliga első osztályába, úgyhogy ö, most neki éppen nem a legjobb idő, időszaka van, de gondoljunk bele, ott van Vili Orbán, Gulácsi, és a fiatalokról még nem is beszéltem, Csobotról, Lisztesről, Barátról, és csak tényleg még sorolhatnám, hogy milyen játékosaink vannak, és ha ezek a játékosok szoboszlai útját fogják követni, ezt nem feltétlenül úgy kell érteni, hogy ők is a Liverpoolba mennek, a Lipcsőn keresztül, de ha ezt az utat követi, kövessék. Ez egy iszonyatosan jó és kiárható út, és tapasztalatokat tudnak szerezni ezeken az utakon, de ezt az utat kell követniük ezeknek a fiatal játékosoknak. Egy ö, hasonló szintű csapathoz ö, kéne szerződniük, mint a Lipcse, és onnantól tényleg, ha elérik ezt a szintet, mint Dominik, akkor az összes nagy csapat ajtója nyitva áll. De persze okosan kell dönteni, nem szabad úgy járni, ö, tegyük fel, mint Zsuzsák Balázs, vagy úgy járni, hogy ö, csak padozni. Az nem lesz jó ötlet. De ezek a játékosok ha tényleg tapasztalatokat szereznek, fejlődnek, akkor lesznek olyan szinten, mint Dominik, sőt, lehet, hogy jobbak is lesznek, és egy olyan magyar válogatottunk lesz, és remélem, hogy így lesz. Én nagyon-nagyon remélem, és remélem, hogy meg fogom ezt egyszer élni, hogy egy olyan magyar válogatottat lássak, akitől egész Európa fél, és s mindegy kijön. Jöjjenek a németek, a hollandok, a franciák, az angolok, az olaszok, mindegy, hogy kik, megverjük őket, és félnek tőlünk ezek a nagy csapatok. Lejenek a dél-amerikaiak is jöhetnek. Én egy ilyet akarok látni, és egyébként az ilyen játékosokkal, mint akiket az előbb felsoroltam, plusz még lehet, hogy olyan nevek jönnek, hogy még nagyobb sztárok lesznek ezeknél a játékosoknál, ki tudja, még kiket fogunk látni az életünk során magyar, játék, magyar válogatott játékosként. Szóval szerintem ezekkel a játékosokkal olyan eredményeket tudunk majd elérni nemzetközi szinten, amikről tényleg csak álmodni tudunk, és ez egy fontos lépcsőfok volt, hogy Szoboszlai a Liverpoolba igazolt, hogy mi ilyen álmokat tűzünk ki célul, pontosabban Marco Rossi is kitűzhető pár éven belül szerintem. Ez mondjuk erős túlzás volt, de én nagyon remélem, hogy így lesz, és örülnék neki. Szóval, ha ilyen célokat akarunk kitűzni, akkor ezek a kis minimális lépcsőfokok nagyon fontosak, hogy megtegyük, mert a játékosok természetesen itt fognak nagyokat fejlődni, és Szoboszlai a brutális nagy fejlődésen fog átmenni, úgyhogy tényleg én még egyszer a legjobbakat kívánom neked, és ahogy nézem, a videó lassan eléri a 10 percet, és én csak pár percet se terveztem, de hát Dominik megérdemel ennyit, hogy beszéljünk róla, és tényleg mindenképp akartam róla beszélni egy picit. Nem írtam se szöveget, se semmit, úgyhogy ezt tekinthetjük egy kis mini podcastnek, ha úgy tetszik, lehet beállít, állítom neki a podcastet, majd meglátjuk. A következő időszakokban lehet fognak még érkezni ilyen kis focis beszélgetős videók. Megpróbálok majd valakivel beszélgetni ezekről, de egyelőre szerintem egyedül. Fog még érkezni egy videó a szaudarábiai átigazolásokról, az szerintem tök érdekes lett. Természetesen itt ezekben a videókban az én gondolataimat mondom el, de Ilyeneknél nagyon jó, hogyha kommenteltek, mert ezek olyan témák a futballvilágban, amikről nagyon érdekes lehet beszélgetni, és kíváncsi vagyok egyébként a ti véleményetekre, de a szoboszlai kapcsán én úgy gondolom, hogy nincs olyan magyar ember, aki azt mondaná, hogy ne, nem értene vele egyet ezzel az igazolással, kivéve a sok károgó barmot, akit én nem is tudom, hogy mit csinálnék vele, azt inkább nem is részletezném inkább, mert ez most nem olyan videó. És egyébként, hogyha van ötletetek, hogy miről osszam meg veletek a véleményemet itt a labdarúgással kapcsolatban, akkor mindenképp írjátok le a kommentek közé. A Szaudarábiát ne írjátok, mert hogy az előbb említettem, arról fog jönni anyag, és... Majd esetleg még ott augusztus végén nyomhatunk együtt, hogy a legdurvább nyári átigazolások, de az majd a jövő zenéje ki tudja, a szaudiak még kit vesznek, meg lehet kell csinálni még egy szaudi adást, úgyhogy majd meglátjuk itt a nyár mit hoz nekünk ez a két hónap még, és mindenképp írjátok le a kommentek közé egyébként, hogy tényleg ti mit gondoltok erről az átigazolásról, és hogy egyetértetek-e velem? Hogy a magyar labdarúgás érhet el bizony a, az elkövetkezendő, egyik fel, tíz évben olyan célokat, ami akár trófákat is eredményezhet. Viszont ez a videó ennyi lett volna, mindenki írjátok le nektek, hogy tetszett ez a videó és hogy tetszett ez a formátum. Itt nem lesznek egyébként annyi kép bevágva mint ami szokott a többi videónál lenni. Itt lehet, hogy csak pár kép lesz itt a 10 perc alatt. Ezeket a tartalmakat inkább érdemes hallgatni, mint nézni. De legközelebb találkozunk, srácok. Addig is a szokásos dolgokat tegyétek meg, feliratkozás, like, megosztás, komment, úgyhogy addig is szevasztok.